Egy 2021-ben közzétett jelentés szerint 1950 és 2020 között 330 ezer kiskorú áldozata lehetett az egyházon belül elkövetett szexuális visszaéléseknek. A jóvátétel érdekében két független intézményt hoztak létre, ám az áldozatok szerint ezzel korán sem sikerült békére lelniük. Legalábbis így látja ezt Nancy Couturier, akit gyerekkorában bántalmaztak és megerőszakoltak. Nancy volt az első, akinek az ügyével az eseteket feltáró bizottság foglalkozott. Szerinte a pénzügyi kártérítés lenne a legsürgősebb válasz. Igazságot követelünk, a pénz igazságosságát. A polgári igazságszolgáltatás már lehetetlen. Ezt fel kell ismerni, és azt is, hogy az áldozatok mennyi mindent elszenvedtek, és szenvednek még most is, mentálisan, erkölcsileg fogalmazott. Miután megalázónak érezte a bizottság kártérítési javaslatát, úgy döntött, hogy létrehozza egyesületét, hogy segítsen más áldozatoknak is érvényesíteni jogaikat. Mert nem ő az egyetlen, aki dühös. Sokakat csak postán értesítettek a kártérítési javaslatról. Elolvasod a levelet, a személy jól ismert, a papok jól ismertek, és ott áll 37 ezer euró. Ez nem lehetséges, mondtam. 37 ezer euró? Csak az kaphatja meg a 60 ezer eurót, akit szó szerint meg is nyomorítanak? Ez undorító, ez nem normális, tette hozzá. A kártérítés felső határa 60 ezer euró. Az egyesület ügyvédje szerint ez nem elég. Úgy véli, sürgősen meg kell állapítani az elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan egy új kártérítési összeget. Nem tud magasabb összeget kapni, mint abban az esetben, amikor egy pap egy fiú fenekére tette a kezét, fogalmazott az ügyvéd, aki szerint a kártérítés összege nem veszi figyelembe az áldozatok költségeit, például a pszichoterápiát. Ha több mint 60 ezer eurót költöttél a terápiára, elmúltál 60 éves, akkor nem kapsz semmilyen kártérítést, mondta. Az ügyvéd szerint ez a hozzáállás az egyház pénzének védelméről szól. Az elismerési és jóvátételi bizottság elnöke úgy véli, semmilyen pénzösszeg nem képes helyrehozni ezeket a tönkretett életeket. Úgy gondoljuk, hogy tisztességtelen lenne teljes jogorvoslatot ígérni. Ezt soha nem fogják megkapni, mert egyszerűen nem létezik, fogalmazott Antoine Garapon. A túl nagy csend is aggasztó. A még életben lévő 200 ezer áldozatnak kevesebb, mint 1%-a kezdeményezett jóvátételi eljárást, mondta az Euronews riportere. Thank you.